Egyszerűen letölthető, ingyenes mobilos applikáció meghonosítását tűzte ki célul az Országos Mentőszolgálat. Üdvözlöm az életmentő mobil alkalmazás tesztmódjában. Az applikáció beállításai jól működnek. Az életmentő program az összes magyarországi mobil szolgáltató ügyfelei számára ingyenesen elérhető és könnyen kezelhető. Letölthető androidos készülékre és iOS készülékre is. Az alkalmazás nagyban segíti a mentők munkáját, ezáltal a segítségkérő túlélési esélyeit. Már előre beírhatja az applikációba azokat az adatait, amit fontosnak tart, nem csak a személyes adatokra gondolok, hanem az egészségügyi információkra is, milyen betegsége van, milyen gyógyszer, esetleg gyógyszerérzékenység, allergia van-e, és így tovább. És hogyha ne adj Isten majd bajba kerül, akkor elég csak megnyomnia egy gombot, nem is kell tudni a telefonszámot, ha 3 másodpercig nyomva tartja ezt a segélyhívó gombot, akkor egyrészt már föl is hívta a mentők irányítóját, a mentés irányítót, másrészt pedig a mentés irányító előtt a képernyőn rögtön megjelenik az összes adat, amit ő előre megadott magáról, tehát nem kell nulláról kezdeni, nem kell annyit kérdezni. A mentők a segélyhívás után azonnal látják a beteg személyes adatait és a hívás helyét is. Az applikáció pedig most koronavírus infogombbal bővült. A gombot megnyomva azonnal átnavigál a rendszer a kormány hivatalos koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldalára. A másik újítás, hogy az applikáció úgynevezett push üzenetek vagy értesítések formájában el tudja küldeni a felhasználóknak a legfrissebb információkat. Ehhez azonban szükséges, hogy a felhasználók az életmentő applikáció letöltésekor engedélyezzék, hogy az alkalmazás értesítéseket küldjön.